Jó estét kívánok! Bár még több mint egy hét múlva indul csak a hivatalos fűtési szezonal, legtöbb társasházban már igényelték a szolgáltatást. A hűvös idő ellenére az iskolákban sem kell már a gyerekeknek fázniuk. A mai esti mérlegben minden fontos információt megtudhatnak a fűtés igényléséről. Tartsanak velem! Noha a napokban akár 20 fokot is mérhetünk, a szeszélyes őszi időjárás miatt a város legtöbb társasházában már meleg van. A hivatalos fűtési szezon október 15-én indul, de szeptember közepe óta már kérhető a szolgáltatás elindítása. Szauterákos a Széphő ZRT vezérigazgatója elmondta, a lakossági felhasználók 80%-a, a közületek és egyéb fogyasztók 70%-a már kérte a fűtést. Ami tőlünk függ, és amire nekünk van ráhatásunkot mindenképpen. Értem ez alatt, hogy a hőközpontokig biztos, hogy eljut a, a hő, és azt biztos, hogy be is visszük az épületbe. De hogy esetleg az épületen belül a szétosztás milyen, ami már nem a mi hatáskörünk, azt nem tudom megmondani, de reményeim szerint mindenütt jól működik. Szauterákos hozzátette, október 15-én minden lakásban elindul a fűtés. Október 15-ével mindenkit elindítunk, aki ennek az ellenkezőjét nem kérte írásban. Tehát aki nem nyilatkozott arról, hogy október 15 től még nem szeretne fűtést, ott automatikusan indítjuk, illetve hát aki már kérte, ott pedig folytatjuk tovább a fűtést. Az igénybejelentésben az idén egy új formulával álltunk elő, illetve az elmúlt fűtési idényben is próbálkoztunk vele, de most volt igazán a tesztje. Itt is közel 70%-a az illetékeseknek már internetes felületen keresztül kérte. Ez azt jelenti, hogy fölmegy a honlapunkra egy regisztrációt követően, mivel tudjuk őt azonosítani, és onnantól kezdve írásban egy internetes felületen keresztül gyors ügyintézéssel tudja kérni akár a fűtés indítását, akár a leállítását. A szakember úgy Ugyanakkor azt mondja, érdemes minél előbb megnyitni a radiátor szelepeket, még a fűtés indítása előtt. Javasolni szoktuk azt, hogy a, a fűtés leállításakor, tehát amikor nem megy tovább a fűtés, akkor a szelepeket mindenki nyissa ki. Erre azért van szükség, mert főleg a termosztatikus szelepeknél tapasztaljuk azt, hogy a nyári nagy melegben a szelep az lezár, és hogyha lezárt állapotban nagyon sokáig előfordulhat, hogy amikor ki akarnánk nyitni, akkor nem nyílik ki, tehát letapad. A a szelep. Úgyhogy ezért mindenképpen célszerű azt, hogy, ez már, bár idejét múlt már, de a fűtés végén ezeket kinyitni. De most is, amíg a fűtés indul, én mindenkit szeretnék kérni, hogy nyissa ki a szelepeket. Ne most kezdjünk el még takarékoskodni, mert abban az esetben, hogyha valahol megszúrul a rendszerben a levegő, akkor nem fog kimenni, hogyha lezárt radiátorok vannak, és ezek akkor fognak igazándiból majd problémát okozni, amikor ténylegesen az illető kinyitja a radiátort. Tehát egy olyan légtenítési problémával fogunk szembekerülni, illetve fog a ház kerülni, ami eltartat akár Hónapokig. Milyen szabályok vonatkoznak arra, hogyha radiátort cserélünk, hogy ne okozzon gondot a rendszerben? Nagyon hosszú, vagy nagyon, mondom azt, hogy talán, hogy rossz tapasztalatunk, hogy nagyon sok helyen leürítik nyáron a, a fűtési rendszert. Ugye ez több szempontból is problémás. Egyrészt azért, mert bár az átalakítások csak így végezhetőek el, de hogy a hosszú időre, a levegős a rendszer, akkor növekszik a korróziónak a veszélye, tehát korrodálódik bent a radiátor, illetve a csőhálózat. Az egyik probléma, a másik probléma az, hogy a visszatöltés az mindig egy probléma problémaforrás, tehát előfordulhat az, hogy mondjuk a visszatöltésnél nem tudjuk teljesen százszázalékosan föltölteni a rendszert, a levegő marad benne, légteníteni kell, ki kell újra és újra menni légtenítésre, és itt is szeretném azt kihangsúlyozni, hogy a légtelenítés esetében a maga, mondjuk, hogy belső rendszerről van szó, a ház saját rendszeréről van szó, tehát akivel nincsen külön szerződésünk erre, ott ez elvileg a légtelenítés, az a társasháznak a saját feladata. Mert nem egyszer telefonálnak a kedves lakók, hogy nem fűt a radiátor, zubog radiátor, menjünk és csináljuk meg, ha a mi feladatunk, természetesen megcsináljuk, ha van rá szerződésünk, de ha nem, akkor ezt a közös képviselőtel kell szintén kérni, hogy ő legyen kedves eljárni ez ügyben. És a másik probléma, hogy a nagyon elhúzódott, tehát szeptember elején még, vagy száz házban nem volt visszatöltve a rendszer. Viszont nekünk is korlátosak a kapacitásaink, tehát hogyha az utolsó pillanatban történik a visszatöltés, akkor egyrészt nem biztos, hogy meg fogjuk tudni csinálni abban az időpontban, amit a, társasház kér. Másrészt pedig, a probléma van vele, adott esetben levegős a rendszer, és újra és újra ki kell mennünk, azt akkor tudjuk megtenni, amikor a szabad kapacitásunk van és lesz. Tehát nem biztos, hogy azonnal fogunk tudni reagálni. Tehát ezért szeretném kérni, hogy ezt a töltés, ürítés dolgot, ezt ha lehet, akkor sokkal, de sokkal jobban átgondoltan tegyék meg, és kérjék a társasházak. Tehát amikor tényleges Munkavégzés van. Amikor radiátort kell cserélni valamelyik lakásban, akkor legyen leürítve és minimálisan arra az időre szorítkozva, ami szükséges. Most egy picit így a szép hő ellen beszélve, de a fogyasztók védelmében vagy érdekében, azok, akiknek szabályozható a radiátora, milyen tanácsok lennének arra vonatkozóan, hogy hogyan ne kelljen túl sok számlát fizetni? mivel mi az energiából élünk és energiával gazdálkodunk, ezért én mindig összeegyeztetőnek tartottam azt, hogy, vagy tartom azt, hogy igenis a lakosság gazdálkodjon az energiával, még hogyha ez nekünk közvetlen esetleg árbevétel kiesést is jelent, de ez a fontosabb, hogy az energiával gazdálkodjunk. Mindenképpen fontos azt tudni, hogy a, a ha a szelepek szabályozhatóak, tehát termosztatikus radiátorszelepek vannak, akkor éljünk azzal a lehetőséggel, hogy ezeket használjuk. A lakásban általában nem feltétlenül igaz az, hogy attól lesz melegebb, hogyha én hirtelen ötösre nyitom ki, vagy pedig visszaállítom. Tehát ugye a, 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 a szelepen lévő számok az azt jelentik, hogy körülbelül milyen hőmérséklet az, amit a szelep tart. Tehát, hogyha hideg van a lakásban, attól nem biztos, hogy melegebb lesz önmagában, hogyha csak kinyitom a szelepet. De, hogyha ha viszont én szabályozásra használom ezt, akkor be tudok állítani egy általam igényelt hőmérsékletet, ezt ki tudom tapasztalni, és azt mondom, hogy egy ilyen kettes, hármas fokozaton beállítom, akkor a szelep automatikusan nyitni fog, hogyha ha hideg van a lakásban, és le fog zárni, ha melegebb. Tehát éljünk ezzel a szabályozási lehetőséggel, mert ezzel is energiát tudunk megtakarítani. Vannak olyan családok, akik mondjuk, hogyha nem tartózkodnak otthon napközben, akkor lezárják teljesen a radiátort, jót tesznek -e ezzel. Én a temperálásban hiszek már mondjuk a, a, ezeknél az épületeknél, jellemzően főleg a, a panelépületeknél, azért elég erőteljes a, a hőáramlás a falakon keresztül is, tehát azért nem tud feltétlen kiülni annyira a lakás, mert a többi lakás az adott esetben ö, körbefűti. Én abban hiszek, hogy inkább temperálni kell, tehát nem szabad visszavenni feltétlen nullára, vegyük egy kicsit visszább, lejjebb megy a hőmérséklet, de akkor tud a lakás fölmelegedni viszonylag gyorsan, amikor hazaérünk, kinyitjuk a radiátort, hogy a, a és akkor sem szükséges kapásból ötösre kinyitni, mert azt mondom, hogy akkor melegszik. nem melegszik gyorsabban attól, mert a szelep amúgy is ki fog nyitni. Tehát, hogyha azt érzékeli, hogy a lakásban hidegebb van, vagy az adott szobában hidegebb van, akkor a szelep automatikusan kinyit, teljesen kinyit, tehát ő szabályozza ezt a dolgot. Úgyhogy én inkább a temperálást javaslom. Hogyha mondjuk valaki menet közben úgy gondolja, hogy radiátort szeretne cserélni és szabályozni szeretné, akkor mi a teendője? A radiátor cseréket azokat most már időzítsük arra az időszakra, amikor fűtésen, idő, idényen kívül leszünk. Tehát szeptember 15 és május 15-e között, abban az esetben, ürítjük csak le a rendszert, hogyha meghibásodás van, tehát hogyha valahol csöpög a radiátor, vagy olyan helyzet van, ami miatt muszáj leürítenünk, akkor természetesen megtesszük. De ugye minden ilyen leürítés azzal jár, hogy a többi lakónak addig nincsen fűtése. Tehát ha egy valakinél ez a probléma fölmerül, akkor az egész házban, vagy legalábbis a ház nagyobbik részében meg fog szűnni a fűtés. Tehát tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy ha egymásra is figyelünk, akkor, akkor nem teszünk ilyet. És ezért is mondjuk azt, hogy mi szeptember 15 és május 15 között nem ürítünk le. Az, azért, mert átalakítást szeretne valaki végezni a lakásán. Az időszakon kívül természetesen, hogyha ha, erre igény van, akkor a radiátor cserével először a jogszabálynak megfelelően bennünket kell megkeresni. Ugye fontos azt kihangsúlyozni, hogy ezek összefüggő rendszerek. Tehát itt, hogy bárhol bárki belenyúl a rendszernek egy pontján, annak kihatása van az egészre. Ha nem megfelelő radiátor kerül föl, ha nem megfelelő az a kötés, ahogy a beépítésre kerül, akkor ezzel okozhat problémát olyan helyen, amit, amit az ember nem is gondolna kapásból. De a többi lakónak is ezzel megnehezítheti az életét, és ezért célszerű az, hogy ahogy a jogszabályban elő van írva, hogy hozzánk az illető bejön egy ilyen. Őrlapot kitöltve, hogy ő mit szeretne. Itt a kollégáim ezt véleményezik, elmondják, hogy milyen radiátort hogyan lehet felszerelni, adnak neki szakmai tanácsot, és utána történik ez a kivitelezés. Ezzel nagy valószínűséggel állítható, hogy a rendszert nem bolygatja meg. Sajnos nem egy olyan esetről tudunk, ahol már korábban meg lett bolygatva és adott esetben nem az eredeti állapot kerül helyreállításra, hanem már egy megbolygatott állapotban nyúlunk bele továbbiakban, de ez mindig gondot vet fel. Most a Szedreskerten ugye új kazánok kerültek beépítésre, és ezáltal most már három fő hőközpontja van a városnak. Hogyan oszlik el a jövőben ez, és milyen könnyítést tesz ez? Igen, Szedreskerten most az elmúlt hetekben került beüzemelésre, illetve egyelőre még csak beemelésre, mert a bekötés az most történik két új darab, új, két új 5 megawattos kazánnak. Ezzel a Szedreskerti kazánházunk eléri azt a maximum kapacitást, amire terveztük, ez 15 megawatt. Ezen kívül a, a Bakony utcában van jelenleg három darab 20 megawattos kazánunk, illetve 6 darab gázmotorunk. A műzemelet a Tóvároson egy 7 megawattos kazán mellett két gázmotor tud üzemelni. Változatlanul jelenleg a királysori telepe is üzemkész. A terveink szerint már a következő fűtési idény, tehát a most elkövetkező fűtési idényben a fűtésnek a gerincét azt a Bakonyutca, Szedreskert, Tóvárosi Hármas fogja adni, és ezen kívül, hogyha nagyon nagy hideg lesz, vagy meghibásodás van, akkor tartalékként tud belépni a királysor. Ugyanazzal az üzembiztonsággal fogunk szolgáltatni. Ennek elsősorban való ilyen üzembiztonsági okai vannak, hogy amennyiben az egyik kazánházban bármi problémánk van, akkor a másikat be tudjuk léptetni, tehát van egy tartalékunk. Ilyen szempontból fontos, illetve olyan szempontból, hogy mondjuk egy szedreskert esetében a szedreskertet közvetlenül, tehát adtani lakótelepet közvetlenül tudjuk fűteni, nem szükséges az, hogy most megkeringessük a vizet a városon keresztül. Habár van még néhány napunk a fűtés indulásáig, fontos tudni, hogy csak a társasházak által megbízott, arra jogosult személy kérheti a szolgáltatás indítását. Ez minden esetben úgy néz ki, hogy a társasház részéről van egy olyan személy, aki nálunk egyébként regisztrálva is van, aki jogosult arra, hogy a fűtést indítsa, leállítsa. Tehát a lakosságnak, hogyha ha ilyen jellegű igénye van, például a fázik, hideg van a lakásban, akkor őnek elsősorban a közös képviselő vagy a lakásszövetkezetet kell megkeresnie ez irányú kérésével lehet az, hogy igen, a túl kiértezi meg a közös képviselő, végig megy lakásonként, és megkérdezi, hogy igen, nem. És ott van egy többség, ami, aminek meg kell lennie ahhoz, hogy elindítsák. Van, ahol a külső hőmérsékletet figyelik a közös képviselők, és arra van felhatalmazásuk. Tehát általában, hogy a közösség dönt. Bár a napokban még sütni fog a nap, és a 20 fokot is elérheti a hőmérséklet, időben érdemes felkészülni a fűtési szezonra. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!